fegyveres testületeknél dolgozókon kívül civil társaságok is sikeresen vették az akadályokat, holott a szervezők minden évben kitalálnak valami újat. Idén csak belföldi csapatok voltak a lőtéren. Szerencsére sikerült visszahozni olyan csapatokat, akik több éve nem tudtak szolgálati feladatok miatt részt venni. Így itt vannak most a bajai vízirendőrök, itt vannak a kecskeméti repülősök, azon fölül vannak civil támogatóink, a kalocsai rendőrkapitányságnak a csapatai itt vannak. Gyakorlatilag 13 csapat indult a mai versenynapon. Lett volna több, de sajnos egyéb elfoglaltságok miatt 3 csapatnak vissza kellett lépnie, úgyhogy 13 csapat az, aki most a pályán tevékenykedik. Ezen a versenyen maga a lövés szinte csak a habatortán, hiszen addig, mire fegyvert vesz az ember a kezébe, többek között víz alatt szerel, palánkon ugrik át, kannát cipel, és mindezt szinte futva. Éppen itt tologatja az egyik induló csapat a személygépkocsit, építettek nekik egy akadálypályát, és a vezetőnek vakszemüveggel vezetve a csapattársak szóbeli utasításai alapján kell végigmenni a pályán, pontosan végig tolják a pályán, és úgy kell beállni a parkolóba. Tehát egy Y-tolatás, parkolóba beállás, egyéb feladatok, azon fölül van lövészet, az különböző területeken van légpuskalövészet, van maroklőfegyver, vannak gépkarabélyok, pontlövőpuskák, airsoft pálya van, az airsoftosok, a kalocsai airsoftosok, meg az érsek csanádiak is most már második éve építenek nekünk külön állomást, és a Jenei Attiláik, a Sárközi Íjászklubbal pedig íjászati lehetőséget biztosítanak. A lövészversenyt egy kalocsai társaság nyerte, a második egy budapesti, a harmadik pedig egy kecskeméti csapat lett.